Azt mondják, az egyik legjobb hivatás a világon az idegenvezetőké. Nem csak azért, mert állandóan utazik, hanem azért is, mert olyan helyekre is eljuthat a munkája során, ahová más ember nem. Kedves Tímeának megadatott ez a lehetőség, hogy 17 országba eljusson, ezek között voltak a skandináv országok. Erről a köztudat szerinti hideg világról tartott előadását a Bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtárban tekinthették meg az érdeklődők. Skandinávia sokszínűségét jól tükrözi a cím, a királyi palotáktól a trollok földjéig. Skandináviáról tartottam előadást, közel 2 hónapot töltöttem kint idegenvezetőként Svédországban, Norvégiában és Dániában. Az előadás címe a királyi palotáktól a trollok földjéig. Nem véletlen, és Skandináviában amiről mesélni lehet, azok a természeti szépségek, a norvég fjordok, a dán síkvidékek, a több ezer svéd tó és több tízezer svéd sziget, valamint az itt élő mitológiai lények, a trollok, a viking kultúra, de ugyanakkor ott van a mai modern Svédország, Dánia és Norvégia, 3 királyságról beszélünk, a királyi család is érdekes téma, az ő történetük, az épített palotáik, kastélyaik, amik szöges ellentétben állnak a szerény templomokkal. Én egész gyerekkoromban idegenvezetőnek készültem, és 16 éves koromtól vezettem csoportokat, minden szezonnak megvolt a maga útja. Nyáron, amikor idehaza meleg volt, akkor én az időm nagy részét Svájcban és a skandináv országokban töltöttem. Igazából oda mentem, ahova küldött a cég. 17 országba jártam, ezekből 3 volt skandináv ország. Nem is az épített örökségek azok, amik megfogják az embert ebben a 3 skandináv országban, hanem inkább a természet szépsége. Szokták mondani, hogy 3 szín uralkodik itt: a vízkékje, az erdőzöldje és a sziklák szürkéje, és tényleg lépten nyomon ezekkel találkozik az ember. Svédország és Norvégia Magyarországhoz képest annyira ritkán lakott, hogy egy-egy út során az ember sokkal inkább a természet beolvad, mint más európai országokban, és az emberek mentalitása, az a szervezettség, az a nyitottság, az az aktivitás, az az életszínvonal, amit ők létrehoztak, az példaértékű minden délebbi állam számára. Dániában, Norvégiában és Svédországban a kulturális látnivalók és az országok történelmi emlékei mellett leginkább az országok lakóinak mentalitása és az összetartása az, ami megfogja az embereket. Kedves Tímea is ezért szeretett ezen országokban dolgozni. Persze fontos az is, hogy egy adott ország népe hogyan áll a közösség témájához. Az idegenvezető szerint ez sem elhanyagolható tényező a skandináv országok működésében. Nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy egész kicsi gyerekkortól, itt az óvodásokra gondolok, a természetben, a természet szeretetére nevelik a gyerekeket, az embereket. Itt van például a természet mindenkié elv, ami alapján, ha valaki nincs otthon, nyitva van a kapuja, a telkén tüzet rakhatnak, a gyümölcseiből lehetnek, az udvarán sátorozhatnak az arra járó turisták. Tehát úgy kezelik a földet, mint ami mindenki, és ha éppen nincs használatban, akkor bárkinek szívesen rendelkezésére bocsátják. Nagyon sok óvodai napot, egész napokat rossz időben is kint töltenek. Ugye azt mondják, hogy nincsen rossz idő, csak rosszul öltözött ember van, és kell is ezzel a zord idővel harcolniuk, ugye a hónapok nagy része az jóval hidegebb, esősebb, mint idehaza. És az fogott még meg, hogy hogyan tartanak össze, meg milyen vidámságokkal próbálják kihúzni ezeket a hideg hónapokat. Gyertyát, lámpát gyújtanak minden ablakban, együtt töltik az estéiket, nagyon sok a közösségi megmozdulás. Minden 3. ember tagja valamilyen szervezetnek, rengeteget olvasnak, pezseg a kulturális élet, csak egy példa, szombat délelőttönként minden kisgyerekes és sok gyerek van a skandináv országokban, 2-3 szőke kisgyerekkel kimegy a tengerpartra, vagy az adott településen a parkba, és ott megszerveznek valamilyen eseményt, színész jön, bohóc jön, varázsló jön, felolvasnak a gyerekeknek. Tehát egész gyerekkortól arra nevelik őket, hogy közösségben lenni jó. 60%-ban kulturális körutazások voltak, tehát épített örökségeket, kastélyokat, várakat,
látnivalókat, templomokat tekintettünk meg, és olyan 40%-ban természeti látnivalók voltak ezek, tehát fjordok, fjellek, folyók, tengerpartok. Idegenvezetőként igazából az ember elhivatottságán, éppen a hangulatán múlik az, hogy mi mindent tud még hozzáadni egy úthoz. Alapvetően nagyon fárasztóak ezek a kulturális körutazások, tehát reggel 6-tól olyan este 8-ig vagyunk talpon alapjáraton, és akkor ehhez lehet még valami késő esti programot hozzátenni. Igazából egy idegenvezető főleg hangulatot tud adni egy úthoz, főleg egy ilyen hosszú úton. Itt több napnyi időt, tehát szintisztán több napnyi időt töltünk a buszban, ahol az idegenvezetőn múlik, hogy miről mesél, milyen filmekkel, zenékkel hangolódunk rá az adott tájra.